És folytatjuk a műsort. Hallhatták az előző beszélgetésben is, hogy 10 év alatt Magyarország uniós csatlakozásától 2013. decemberig 7000 milliárd forint uniós támogatás jött be Magyarországra. Ez értékben egyébként megfelel annak a pénznek, amit Marshall segély formájában felajánlottak Magyarországnak a második világháború után. Pokoli nagy pénzről van szó. Na ezért érint érzékenyen bennünket, hogy az Európai Bizottság megüzente azt, hogy Magyarország április 15-e után ne küldjön számlákat. Nézzenek most meg erről egy filmet, és utána evel a témával folytatjuk Jávor Benedekkel a beszélgetést. Annak ellenére, hogy a fejlesztés politika területén nincs különösebb oka annak, hogy ma sajtótájékoztatót tartsunk, a Jereváni Rádió babérjai harjazó 444 téves állításait azonban több tekintetben is szeretném cáfolni. A 444.hu számolt be arról, hogy Brüsszel minden pénzt befagyasztott. A kemény állítás igazolására a portál idézte azt a levelet, amelyet az Európai Bizottság írt, és amelyben jelzik, hogy további információt várnak az uniós pénzek kifizetéséről. Ezt pedig azelőtt várják, hogy Magyarország újabb számlákat nyújtana be. Csepregi Nándor szerint addig is 600 milliárd forint érkezhet az Uniótól, még a korábbi számlák fejében, június végéig. De 350 milliárd nem folyik be, amíg nincs zöld jelzés. A cikket jegyző újságíró nem hagyta magát. A felfüggesztés tény az önmagában téves állítás. Ami addig, hogy hogyan máskodta. Nem azt mondom, hogy lezárta, nem fizetnek, azt, hogy felfüggesztést kell tenni. És addig nem fizetnek, amíg valami be nem következik. Nem fizetni a Európai Bizottság akkor nem tud, hogyha kiküldünk számlát, és ezt valamiért nem akarja teljesíteni. Azonban a bizottsági kérést mi akceptáltuk, és április 15-ét követően költségnyilatkozatot nem küldtünk, és nem küldünk ki egészen addig, míg ez a kérdésre nem zárult. Magyarország tavaly előtt jelezte, hogy átalakít. Egyetlen alkalom kínálkozik számára ehhez. 2013 végén lezárult a források kihelyezése, és még nem kezdődött el az új költségvetési ciklus pályázatainak kiírása. A brüsszeli útvesztőket jól ismerő volt uniós biztos azt mondja, talán az alkalmazott módszerrel van a baj. És most cserélünk, roham közben cserélünk alsó neműt. Lázár államtitkáról és Johannes Hahn európai uniós biztos megállapodtak egy menetrendbe. Ma az átalakítás ez szerint a menetrend szerint zajlik. Január 1-én a fejlesztési ügynökség irányító hatóságai, egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztési átkerültek az ágazatokért felelős minisztériumokhoz. Az ezzel kapcsolatos brüsszeli akkreditációs bizottsági vélemény a kormányasztalán van. Az államtitkár azt mondja, ez nem ad okot a pénzek felfüggesztésére. A költségvetés felkészült a csúszásra. Hogyha 600 milliárdot vagy 800 milliárdot elő tud finanszírozni a költségvetés, akkor 350 milliárdot sem ez probléma. Jelen pillanatban az intézményrendszer havonta körülbelül olyan 100-120 milliárd forint értékű támogatást tud igénybe venni. Tavaly év végén a hajrában ez a szám, ez ennek közel a duplája volt, 230-240 milliárd forint. Ahhoz, hogy 2015 végéig az összes fellelhető támogatást felhasználjuk, ahhoz a mostani tempó nem elég. Ahhoz azt kéne teljesíteni, amit tavaly év végén. Ráadásul azoknál a programoknál, amelyek eddig rosszabbul teljesítettek. Ez a véleménye Heil Péternek, aki 1997 óta minden kormányt kiszolgált a Boros Imre-féle FAR minisztérium óta. 2002-től nemzeti fejlesztési ügynökségi elnök helyettes volt, ez az, amely az EU-ból érkező strukturális támogatások leendő koordinátora volt akkor. 2004-es és a 2007-es uniós programok esetében is az első pályázatokat már januárban kiírtuk. Az idén januárban meg lehetett volna jelentetni az új nemzeti fejlesztési tervnek az első pályázatait, és ez nem történt meg. 10 hónapos lemaradásban lesz a kormány, mivel októberre ígéri az első kiírásokat. A balkáni államoknak az előcsatlakozási támogatásokhoz tanácsokat adó szakember szerint el lehet fogadni, hogy a kormány a minisztériumok munkájához közelíti az egykori kibelezett NFÜ tevékenységét a tárcaközi koordináció jegyében. Ám az, hogy a közreműködő szervezeteket is felszámolták, akik befogadták az elszámolásokat, ellenőrizték a számlákat, összesítették a kiküldendő támogatás lehívási kéréseket, ez azt jelenti, hogy vége az államaparátustól független társaságoknak, ahol teljesítményarányos bérstruktúra volt. A kormány ezt csinálta most vissza, felszámolja azokat a szervezeteket, amelyek az összes eddigi eredményt produkálták, és nem látszik az, hogy konkrétan hogy fogják ellátni a feladatokat ezek után. Ezért van az, hogy Brüsszel behúzta a vészféket, mondván, hogy mostantól nem látja annak garanciáját, hogy az általunk összeállított
elszámolások korrektek. Magyarország ígérte, a felhasználását a pénzeknek átláthatóvá teszi, és ezek a biztosítékok nem látszanak, állítja Heil Péter. Ez a 65 ezer projekt az arról szól, hogy valahol veszek egy földdarabot, építek rá valamit, gépet vásárolok, betanítok embereket, és dolgozunk. Ezek inkább a magánszférának a tevékenységei. És ezeket egy bürokratikus szervezetből, egy állami igazgatási szervezetből irányítani sokkal nehezebb. A vállalkozók szívesebben működnek együtt egy non-profit közreműködővel, mint egy minisztériummal, mondta a múlt héten egy konferencián Barát Etele. Ők tudták, hogy mit kell csinálni. És ennek a szaktudásnak a 14 éven keresztüli folyamatos széttördelése, ez egyébként az abszorpció egyik legnagyobb akadálya. Tehát mire újra föláll, újra megtanulja. Nem akarok mondani egy, nem is mondom, mert bántó volna nagyon, nem. Az átalakítás garantálhatja, hogy a szakpolitika és a végrehajtás egy kézbe kerülésével jobb lesz a lehívhatóság, hangzott az államtitkári válasz. Fel tudjuk-e úgy használni a beérkező uniós forrásokat, hogy a vállalkozások erősebbek legyenek? Nem tudom, 60%-nál állunk, tehát 40% van hátra, és a következő, hát ez év meg jövő évben kellene ezt a 1500-2000 milliárdot, amit Barát Etele úr is mondott, kifizetni. Ez a GDP 6-8%-a. Az átalakítás lassulást hoz, ez természetesen termelés visszaesést jelent átmenetileg. Tengernyi pénzt adott az Unió 10 év alatt. Az ábrán az látszik, hogy az ország épp annyival növelte az előállított javait, amennyi támogatást felvett. A lengyelek a magyarokhoz képest háromszor annyi támogatásból több mint 12-szeres, a csehek a magyarnál kevesebből 4-szer akkora, Szlovákia fele annyiból háromszor akkora gazdagodást ért el, mint Magyarország. Egy vigasz marad, az, hogy a szlovének még a magyar mutatókat is alulmúlták. A filmet együtt néztük Jávor Benedekkel, az Együtt PM európai parlamenti képviselőjelöltjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor itt, tehát a pénzek kérdésével és az egész átalakítás kérdésével. Azzal a bírálattal együtt egyetérte, hogy ez egy borzasztóan bürokratikus rendszer volt, az uniós pályázattatás folyamata, és ennek ellenére a korrupció melegágya. Valóban nem volt egyszerű az uniós pályázatoknak a beadása, lehívása, a pénzek felhasználása. Tehát, hogyha ezt a problémát szerette volna orvosolni a kormány, akkor itt lehetett volna mit tenni, és lett volna tennivalója a kormánynak, csak úgy, mint a korrupció elleni fellépés során, hiszen azt láttuk, hogy különösen az elmúlt években az uniós pénzek rendre ugyanannál a Fidesz körüli oligarcha csoportnál landoltak. Tehát lett volna feladat, de nem ez történt. Tehát a probléma az, hogy a kormány nem a valós problémákkal próbált szembenézni, és nem ezeket próbálta kezelni. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a folyamat vége, azt tudjuk, hogy hozzányúltak, és ezek szerint akkor az átalakításban van ráció. A bizonyos fajta egyszerűsítésekben volna ráció, és emellett az átláthatóság és a korrupció ellenes fellépés területén volna ráció lépni. Az, ami most történik, az azért veszélyes, mert egyrészt nem ebbe az irányba halad az átalakítás, ahogy Heil Péter ezt elmondta a filmben, és ezzel én maradéktalanul egyetértek, hogy az Unió pontosan amiatt aggódik, hogy az új intézményrendszer, amely felé elmozdul most az uniós pénzek felhasználása és kifizetése, az éppen, hogy nem a garanciális elemeket fogja erősíteni, hogy ezek az uniós pénzek nem a közgép környékén fognak a végső soron landolni. És ez lenne itt az egyik súlyos probléma, hogy hogyan lehet ezt a korrupciós faktort, ha nem is teljesen kiiktatni, de minimalizálni a rendszerben. A másik probléma az, hogy egy rendkívül korlátozott idő áll rendelkezésünkre, a 2007-2013 közötti költségvetési időszak támogatási pénzeinek a lehívására. Ezeket 2015 végéig el kell költeni, fel kell használni. Gyakorlatilag egy rohammunka van. Eddig ebben az időszakban összesen rendelkezésünkre álló kb. 8200 milliárd forintból egy olyan 5500 milliárd forint került kifizetése most május elejéig. Ez azt jelenti, hogy közel 3000 milliárd forintot fel kéne használni másfél év alatt.
Miközben 5500 milliárdot használtunk föl 2007 és 2014 között. Tehát egy nagyon erőltetett ütemű kifizetése volna szükség. Lázár János egyébként tavaly augusztusban éppen ezzel bízták meg, hogy gyorsítsa fel a pénzek felhasználását. És miközben rúgná ki a Fidesz kormány maga alól a sámlit? Tehát gyakorlatilag fejleszteni csak ebből a pénzből tud. Ha ezt a csapot most elzárják, hát akkor saját magát teszi tönkre. Az, hogy mi a ráció emögött, a lépés mögött, azt nehéz világosan látni, hiszen valóban komolyan veszélybe kerül az, hogy lehívhatóak lesznek-e ezek a pénzek, kifizethetővé válnak-e ezek a pénzek ebben a másfél éves periódusban. Ehhez minden korábbinál lényegesen gyorsabb vagy intenzívebb forrás felhasználása lenne szükség, úgyhogy közben szétzavarták az egész intézményrendszert, úgy alakították át, hogy várhatóan a hozzáértő évek óta ezzel foglalkozó szakemberek döntő többsége elhagyja ezt a rendszert, tehát teljesen új, zöldfülű gárdának kell majd megpróbálnia megbirkózni azzal a feladattal, hogy egy soha korábban nem látott tempójú kifizetést eszközöljön. Ez gyakorlatilag borítékolni lehet, hogy nem fog sikerülni. Tehát majdnem biztos, hogy itt pénzek be fognak ragadni, mert egyszerűen nem fogja elviselni ez a rendkívül feszített tempó azt, hogy menet közben szétzavarják az intézményrendszert. Hogy mi a ráció mögötte, ezt nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy éppen itt a korrupciós területen érdemes keresgélni, tehát azt látjuk, hogy korábban az NFÜ-ben, a Petykó Zoltán vezette NFÜ-ben egy bizonyos Fidesz körüli érdekkör felügyelte tulajdonképpen az EU-s pénzeknek a kifizetését és felhasználását, és úgy tűnik, hogy azok az érdekcsoportok, amelyek az egyes minisztériumok körül azonosíthatóak, ezek megpróbálják most magukhoz húzni az ő területükhez tartozó pénzek felügyeletét és kifizetését. Tehát úgy is fogalmazhatnék egyszerűen és pestiesen szólva, hogy tulajdonképpen itt egy fideszes oligarcha csoportok közötti belháború az eredményét látjuk, hogy ki tudja felügyelni, mely csoportok, fejlesztési minisztérium, belügyminisztérium, vidékfejlesztési minisztérium körül felbukkanó érdekcsoportok közül, melyik tudja magához húzni a pénzeket. Ez egy spekuláció, de nincsen érdemi magyarázata annak, hogy miért kellett ebben az időszakban szétzavarni azt az intézményrendszert, amire most különösen nagy teher hárult volna a következő másfél évben. Beszéljünk az önök brüsszeli terveiről. Bajnai Gordon azt mondta, hogy a Párbeszéd Magyarországért a zöld frakcióhoz kíván csatlakozni. A reményeik szerint Brüsszelbe küldendő képviselőikkel. Eldőlt már akkor ez a kérdés? Tehát akkor az Együtt PM egy zöld pártként definiálja magát, vagy egy zöld pártszövetségként definiálja magát? Az Együtt PM egy pártszövetség, amelynek két tagja van, az Együtt Korszakváltók Pártja és a Párbeszéd Magyarországért. A Párbeszéd Magyarországért mindig egy zöld pártként definiálta magát, és teljesen természetes, és ezt a kezdetek kezdetén is elmondtuk, hogy a mi reményeink szerint a brüsszeli mandátumot megszerző jelöltjeink a zöld frakcióhoz fognak csatlakozni, és ott fogják folytatni a munkát. Az Együtt jelenleg is tárgyalásokat folytat több európai parlamenti pártcsaláddal, illetve frakcióval, és közeljövőn végleges döntés születik. Azt látjuk, hogy nagyon komoly érdeklődés van, és hát nagyon sokan szeretnék, hogyha az Együtt által Brüsszelben küldendő képviselők hozzájuk csatlakoznak. Jó, beszéljünk akkor a PM-ről. Tehát miért pont a zöld vonal? Nekem az európai zöldekről az első dolog, ami eszembe jut, hogy a média törvény körüli, a magyar média törvény körüli ügyekben nagyon keményen beleálltak. Tehát az látszik, hogy az esélyegyenlőség, az adatbiztonság, az ilyen típusú, az emberi jogi ügyek abban nagyon erősek. De hogy biztos, hogy ma Magyarországnak ezek a legégetőbb problémái, tehát gyerekszegénység van. Az egészségügy, a nyugdíjrendszer nem finanszírozható. Tehát, hogy biztos, hogy ez a legjobb hely, ahova önök be tudnak ülni egy európai közösségen belül? Abszolút ez a legjobb hely. A zöldek én szerintem nagyon helyesen, keményen kiálltak ezek mellett az emberi jogi, demokratikus alapértékekről szóló vitákban. Csak hogy mondjam, ez ezekben, már egy szofisztikált országnak ezekben, a problémái. Ezekben konfrontálódott Magyarország az Európai Unióval, és ezekben a zöldek valóban minden más európai parlamenti frakciót megszégyenítő határozottsággal kiálltak ezek mellett az ügyek mellett. De ez nem azt jelenti, hogy ez lenne
az európai zöldeknek az egyetlen vagy a kizárólagos területe, vagy erre koncentrálnának. Az európai zöldek és általában a zöld politika az éppen arra az esélyegyenlőségre, arra a szolidaritásra is épül, amelyet ön feszeget mondjuk a gyermekszegénység kérdésével, amit egyébként Magyarországon az elmúlt hónapokban, években éppen az Együtt PM és ezenből a PM képviselte a leghatározottabban a gyerekszegénység elleni fellépést, a társadalmi különbségek csökkentését, az esélyegyenlőség fokozását az oktatásban, a szociális ellátórendszereknek az átalakítását, a társadalmi szakadék szűkítését, és ezek éppen olyan fontos elemei a zöld politikának és az európai zöldek értékrendjének, mint a demokratikus alapjogok melletti kiállás, és hogy még egy megjegyzést, ha megenged, én azt gondolom, hogy azért a demokratikus alapjogok és intézmények fenntartása az nem egy szofisztikált országnak a problémája. Ezek nélkül én azt gondolom, hogy a gyerekszegénység problémáját sem fogjuk tudni tartósan orvosolni, a szociális különbségeket sem fogjuk tudni tartósan orvosolni, és nem lesz működő oktatása és egészségügyes. Csak számot mondjon, mert kifutottunk az időből. Ezek a hívószavak reményeik szerint hány európai parlamenti képviselő delegálására lesznek elegek? Bízunk abban, hogy mind a Párbeszéd Magyarországért, mind az Együtt fog tudni képviselőt küldeni az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, meg köszönöm a megtisztelő figyelmet, a műsort egy hét múlva más témákkal, más vendégekkel, de azonos céllal folytatjuk. Viszontlátásra!